Sziasztok! A lecsó elkészítése az én konyhámban a következőképpen néz ki. Kell hozzá arányaiban tekintve viszonylag sok hagyma, még több paprika és só. Paradicsomot lehetőség szerint nem teszek bele, csak közkívánatra, meg ilyenkor, amikor oktatóanyagot adok elő, de ilyenkor is csak legfeljebb egy darabot. És nagyon sokáig olajat használtam hozzá, de aztán rájöttem, hogy zsírral sokkal jobb. Nem bonyolítom túl a dolgokat, nem kerül bele szalonna, tojás, kolbász, krumpli vagy rizs, nálam a lecsó az lecsó. Egy ilyen jó adag zsír, ami nagyjából 2-3 evőkanálnak felel meg. Ez ehhez a mennyiséghez elég is. A hagymát nem aprítom, csak így elnagyoltam, beleszeletelem. Nagyjából így. A hagymát nem párolom elő, egyből mehet bele a paprika, és azt is csak ilyen slendian módon beledarabolom. Fogdosom bele. Amennyi mag belekerül, annyi pont kell is bele, és az se baj, ha belekerül mondjuk egy csípős paprika. Így hadd pottyogjon bele egy kis magmennyiség, az kell bele, ahogy mondtam az előbb. És mivel ez egy különleges alkalom, ezt az egyszer paradicsomot is vele harmadolom vagy negyedelem, mondjuk ezt inkább hatodolom, mert elég nagy. És össze is állítottuk. A paradicsomot nem hámozom meg, a felpöndörödött paradicsomhéj is pont kell bele. És ízlés szerint sózom. De ez a mennyiséghez egy ilyen. Biztosan menjünk. Oké. Egy ilyen fél evőkanálra adtam, mert kezdés lett. Na, még egy picit. Aztán majd a vége előtt meglátjuk, hogy kell-e még hozzá só. Tehát a lényeg, hogy mindent egyszerre beledobálunk és kész. Ez a jó lecsónak a titka. A párolási időt nem határozhatjuk meg. Itt a hagyma és a paradicsom nem mérvadó, egyedül a paprika állapotán múlik, hogy mikor érjük el a kívánt, azt a jól ismert lecsó állagot. Tehát, ahogy mondtam, főzési időt nem határozhatunk meg, ez lehet 20, de akár 30 perc is. Hát jelen esetben, ahogy nézem, ez olyan 25 percben fog megállni. Vizet pedig normál esetben szigorúan tilos hozzáadni. Tényleg csak végszükség esetén egy nagyon minimális mennyiséget, hogyha azt látjuk, hogy kezd szaftmentessé válni a lecsó, mint ahogy ez most konkrétan elég szegényes szaft tekintetében, úgyhogy egy minimális mennyiséggel megtuningolom. Oké, ez egy kicsit elforja magát és kész is van. Egy 4-5 percet hagyom, ott rotyogjon és leveszem a spórhátról. Fogyasztás a kanállal, köret nélkül kenyérrel tunkolva ajánlott. Hidegért vagy melegért, kinek hogy, nekem speciál tök mindegy. De egy biztos, lábosból elegél. Nem nálam mennyiből arra a lecsókészítés. Elkészítitek ti is, jó étvágyat hozzá. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!